mondom, hogy eléggé izgulok, akkor is, ha nem látszik rajta. És van egy kedvenc idézetem a neveléssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy kitől származik, de okos volt, mert azt mondta, hogy mire a szülők úgy gondolják, hogy tudják, hogy kell nevelni a gyereket, addigra van egy akkora gyerekük, aki úgy gondolja, hogy az anyjának, apjának nincs igaza. Úgyhogy én is így állok itt, hogy néha úgy gondolom, hogy tudom, sokszor mondják barátok, ismerősök, ilyesek, hogy milyen jó nekem, mert te legalább pszichológus vagy, és tudod, hogy hogy kell a gyerekeket nevelni, és mondjuk, hogy dehogy is. Az igazság az, hogy a saját gyerekeddel mindig más a történet, mindig belülről látod, szubjektív vagy, ugyanolyan nehéz, mint nektek, és tanulási folyamat még azután is, hogy már felnőttek. Úgyhogy én most nem akarom megmondani a tutit, nem is tudom, hanem megosztani dolgokat abban, amit már tapasztaltunk a saját családunkban, meg abban, amikben felnőttem, meg amit tanultunk iskolában és másoktól, és szeretném azt, hogy tanulunk együtt. Bátorítalak rá, hogy osszátok meg a ti történeteiteket, akár kis csoportban, akár majd kihangosítva. Azért választottam ezt a témát mára, mert eléggé átfogó. Igazából, amire a gyerekeknek van szükségük, arra van nekünk is szükségünk. És hogyha arra gondolok, hogy mikor érzi jól magát a gyerek a bőrében, vagy arra gondolok, azt kérdezem magamtól, hogy én mitől érzem magam jól a bőrömben, hogy mikor volt jó otthon lenni, hogy mikor szerettem otthon lenni, hogy szerettem-e otthon a mi házunkat, a mi családunkat, akkor van néhány nagyon sarkalatos dolog, ami benne kell legyen a batyunkban, az életünkben, a szívünkben. Sokféleképpen fogalmazták meg, de én most nem próbálok csak egy íróra szorítkozni, mert hogy nem elég a szeretet, de hogy nem elég. Csak nem tudjuk, hogy kell szeretni. Amikor ma reggel elkezdtem olvasni az áhítatot, akkor pont egy ilyen ige jött elém, az 1 Korintus 13. Arról, hogy mit jelent szeretni, és arról, hogy mit jelent, nem, hogy mit nem jelent szeretni, vagy hogy milyen nem a szeretet. És az egyik fontos gondolat pont az volt, hogy Pál apostol nem azt írta a korintusi gyülekezetnek, hogy kell ti szeressetek, és hogy mit nem kell csináljátok, és mit kell csináljátok, hanem magáról beszélt, hogyha én angyalok nyelvén beszélek, de nem tudok jól szeretni, ha nem szeretek, akkor nem is semmit. És hogyha nagyon okos dolgokat fogok itt mondani, de nem szeretek valóban, akkor nem ér semmit. És igazából az, amit itt most meg fogunk együtt beszélni, nem azt jelenti, hogy ez más, mint a szeretet, hanem azt, hogy ez a szeretet. Igazából csak részeire bontjuk, hogy mikor érzem én azt, hogy szeretve vagyok, és hogy jól vagyok. Hogy mi kell ahhoz, hogy milyen oldalai vannak, ha megtörjük a szeretet fényét, akkor milyen színek lesznek benne. És nagyon sokat segített nekem ez a könyv, a sikeres nevelés titkába, hogy rendszerbe szedjem a fontos dolgokat. Mit értünk az alatt, hogy érzelmi jól lép? Amikor gyerekekkel nézed szembe, akkor olyan sokat elmond a szemük, hogy milyen a tekintetük, hogy bele lehet nézni, és nem csak az, hogy tiszta a szemük, hanem hogy kacagós, hogy kommunikál a szemük, hogy nagyon sok gyereknél, akinek nincsen az érzelmi tankja betöltve, olyan homályos, áthatolhatatlan, vagy persze szomorú, vagy sötét a tekintete, de hogy az, hogy jól van-e a lelke, az érzelmei, az meglátszik, hogyha jól nézzük, hogyha odafigyelünk, ha megnézzük. És akkor van jól, hogyha szükségletei be vannak töltve. Milyen szükségletek, ezekről fogunk beszélni.
hogy mire van szükségem ahhoz, hogy én érzelmileg jól legyek. És ez mindig egy egyensúlyról szól. Tudjátok a Maslow piramis elméletét, ahogy az első szükségletek, az alapvető szükségletek ki vannak elégítve, rögtön jelentkezik egy újabb, és megint jelentkezik egy újabb. És azután, hogyha azok ki vannak töltve, megint az alsó szinten vagyunk. Tehát, hogy ez egy állandó mozgás, és állandó keresés szülőként is, hogy most éppen mire van szükség. Ezt kielégítettem, és akkor megint valami másra van szüksége. Tehát emiatt is van az, hogy nagyon sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelni a feladatnak, mert erre fókuszáltam, és kiderül, hogy most megint másra van szüksége. És ha ezt megadtuk nekik, akkor úgy is lesz, amiért panaszkodjanak, hogy pont rosszul csináltuk. És ez van. De nagyon nagy áldás az, hogy szülőként tévedhetek, és kiavíthatom. Vagyis az egyik nagyon fontos tanulsága a szülőségemnek az, hogy a gyereknek fontos, hogy lássa szüleit is tévedni és hibázni. Képzeljétek el, hogy milyen rossz egy tökéletes ember mellett felnőni, és azt tapasztalni, hogy neked nem megy, hogy te nem tudod jól csinálni, és hogy te egy teljes kudarc vagy. De ha látod, hogy a szülőnek sem megy minden tökéletesen, és neki is van, hogy rossz, és nem sikerül, és hogy rendbe hozza, és nem dől össze a világ, és nem lesz olyan nagy katasztrófa belőle, és másnap egy újabb nap van, és megint vidáman nekifoghatunk, és újabb reménye. Ez nagyon sokat segít neki. Tehát az, hogy én esendő vagyok, és hogy én hibázok, és hogy elszúrom néha a szülői szerepemben azt az egy napot, az akár áldásá is tud válni, hogyha nem játszom meg, hogy már pedig én ezt mindig jól csinálom. Hogyha engedem, hogy az én esetőségemet is lássa, akkor mintát adok neki arra is, hogy hogyan léphet túl a saját kudarcaim. És ezzel a kapcsolatunk, tehát hogy a nevelés és a gyerekeknek az érzelmi szükségleteinek a kielégítése nem feltétlenül a feladatokról és a nevelésről szól, hanem a kapcsolatunkról. Mert miközben nevelünk, miközben tanítunk, miközben fegyelmezünk, vagy akármit csinálunk, kapcsolatban vagyunk. És hogyha kiüresedik a kapcsolat, akkor hiába pipálunk ki mindent, hogy evette a gyermek, aludt-e, pihent-e, jó jegyei vannak. Ha közben nem nekünk mondja el, hogyha gondja van, és ha nem meri elmondani, hogy megbántották, és hogy miért érzi rosszul magát, ha nem vagyok neki a lelki otthona, mert nem tud kapcsolódni hozzá, mert én nem tudok kapcsolódni hozzá, akkor hiába az Excel táblázatom azzal, hogy mennyi mindent csináltam meg érte. Mert nem elég. Mert a legfontosabb cél az, hogy kapcsolatot építsek vele. És miért? Azért, mert azt a mintát adjuk nekik, hogy milyen a mennyei családnak részese lenni. Hogy mit jelent, hogy az Isten az apám, hogy a gyülekezet a családom. És hogyha ez egy rossz kapcsolat minta, akkor ne várjam azt, hogy mencsvára legyen az Isten, vagy hogy érzelmileg ő ezt meg tudja érni. Tehát, hogy sokkal nehezebb lesz. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy a nevelés az elsősorban a kapcsolatunknak az ápolása. És akkor, aztán nincs vége soha, akkor is a gyerekek úgy gondolják, hogy vége van, mert most már felnőttek. Nekünk nehezebb úgy venni, hogy mindig úgy látjuk, hogy még van, meg lenne, amit még tanuljon. Most, hogy a két nagyobb fiunk már egyetemista, és laknak otthon állandóan, és hazajönnek, akkor látom, hogy ők is látják a mi mulasztásainkat, és megpróbálják a kicsi testvérüket megnevelni, és kipótolni a mi hiányosságainkat, és meg egymás is nyilván, mert hogy nem csináltunk mindent jól, de jó kapcsolatban vagyunk, hál' Istennek. És ezért vagyunk a legesleg hálásabb, hogy a rossz napok és a jó napok között nem veszítettük el azt, hogy fontos vagyok neked, fontos vagy nekem, és minden más szükséglettel együtt.
És akkor térjünk rá, hogy mit is jelent szeretni, és hogy milyen szükségleteket elégítünk ki, amikor szeretjük a gyerekeinket. Az első a tisztelet. És ez az embernek szól, akárhány éves, hogy Isten képmására van teremtve, hogy mielőtt megszületett volna, mielőtt én kezembe fogtam volna, és formálhatnám, az Isten formálta ki bennem. És tervezte el a kisujjától kezdve az orrahegyéig, a szeplőivel együtt, és a természetével együtt. És hogy önálló, és független, és egy autonóm személyiség. És emiatt tisztelem. Akkor is a 2 éves, akkor is, hogyha 18 éves. A második nagyon fontos szükségletük a fontosság érzését betölteni, ami az értékére vonatkozik. Tehát azt éreztetni vele, hogy ő, mint egyén, értékes ember. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy meg tud csinálni dolgokat, és én hagyom, hogy megcsinálja őket. Nagyon sokszor megtörténik, hogy a kicsiket fel akarjuk öltöztetni, és azt mondja, de én tudom. Kössön be a cipődet, nem, én már fel tudom venni, vagy tegyem ezt meg. Amit meg tud csinálni, azt is szereti, mert hatalma van rá, mert képes rá, és akkor ettől érzi magát ebben a korszakban fontosnak, hogyha meg tudja tenni, és hagyom, hogy megtegye, amire képes. És ez az érzés, hogy vannak dolgok, amik az ő kontrollja alatt vannak. És hogy én ezt tudom, én ezt látom benne, hogy az, hogy értékes, az azt is jelenti azon túl, hogy egyedi és megismételhetetlen, hogy képes dolgokra, és az, amit ő le tud tenni az asztalra, az fontos. Értékelem, és hagyom, hogy megcsináljam. Én akkor is, hogyha jobban meg tudom csinálni, és szebb lenne, és tökéletesebb lenne, de kit érdekel. Mert az, amit ő csinál, az fontos, és abból érzi fontosnak magát, hogyha én értékelem azt, amit ő meg tud csinálni, és hogy ő hasznosnak érezheti magát. A harmadik szükséglete az elfogadás iránti szükséglet. És ez vonatkozik az egyéniségre. Hogyha a tiszteletnél arról beszélünk, hogy az ember, mint egyén, megérdemli a tiszteletet alapból, akkor itt az elfogadásnál az egyéniségéről van szó. Arról, hogy megvan a saját ízlése, hogy van saját véleménye, hogy vannak kívánságai, hogy megvannak a saját szükségletei, elképzelései, és én ezt elfogadom. Még beszélünk róla részletesebben egy kicsit, de ez a lényeg, hogy mint amikor esik az eső. Ha elfogadom, hogy esik az eső, akkor azt mondom, jó, esik az eső. Ha nem fogadom el, akkor miért esik az eső? Utálom, hogy esik az eső, nem kellene essen az eső, pont most esik, milyen pocsolya lesz, és így tovább. Nem tudok változtatni rajta, mert ez van, de ha elfogadom, akkor nyitottan viszonyulok ahhoz, ami van, és azzal kezdek valamit, ami van. Ha nem, akkor kritizálok, akkor elmondom, hogy kellene másképpen legyen. Az elfogadás ezt jelenti, hogy az egyéniségét, a működését, a kívánságait, az ízlését, a zenei ízlését, az öltözködési ízlését elfogadom. Nem feltétlenül tetszik, vagy nem feltétlenül kell helyeseljen, mert hogy ezek nem szinonimák az elfogadással. De hogy tudomásul veszem, hogy ez van, ez ő, és beszélünk róla. A másik nagyon fontos szükséglet az összetartozásnak az érzése. Az, hogy mi Kujjék, mi a Szilágyiak, mi Veresék, mi együvé tartozunk. Ez nagyon egyértelmű, nem is kell nél többet most beszélnem róla. És az ötödik fontos szükséglet a biztonságérzete. A stabil háttér, és mindenféle stabil háttér, az érzelmi háttér. A rend, a házi rend a házban, ami stabilitást, kiszámíthatóságot ad a gyereknek az életében.
És akkor, hát addig forgattam ezeket a szavakat magam, amíg rájöttem, hogy ha megfelelő sorrendben egy kicsit csalunk, akkor befőtt lesz belőle, és ezért kértem tőletek a gyümölcsöket, hogy ezt a befőttet rakjuk össze együtt. Szóval a biztonságérzet, az elfogadás, a fontosságérzet, az összetartozás érzése, és a tiszteletnek az érzése az, amit összefőzünk, amit belerakunk az üvegbe, és ami érthet, és amitől jó lesz. És akkor picit bővebben mindegyikről bele a vastagjába. Szóval mit jelent az, hogy mit nem jelent az, hogy tisztelem? Nem tisztelet, hogyha a gyerekkel durván, udvariatlanul beszélek. Úgy beszélek, hogy úgy viselkedek vele, hogy a szomszéddal nem. Vagy ahogy a barátaimmal nem, vagy ahogy a gyülekezetben nem beszélnék. Tehát fogd a szádat és hallgass, vagy a gyermeknek hallgass a neve. Vagy te még nem tudod, fiam, majd akkor beszélj, amikor kérdeztelek. Vagy takarodj innét. Vagy, tehát azok a megnyilvánulások, amelyek nem arról szólnak, hogy ő pont olyan fontos, mint én. Hogy ugyanolyan tiszteletet érdemel. Vagy nem tisztelet az, hogyha nem mondok igazat neki. Nem tisztelet az, ha nem tartom be a szavamat, amit ígértem neki. Hogyha hisztizik, vagy ha valamit rosszul csinál, és én mások előtt megalázom, vagy én csinálok jelenetet, vagy tolom le mások előtt. Ez nem tisztelet. Ha beszélgetek vele, és csörög a telefonom, és fölveszem, és beszélgetek fél óráig, és ha megpróbál megszakítani, azt mondom, hogy nem látod, hogy beszélek, akkor tiszteletlen vagyok, mert vele beszéltem. És őt raktam félre, vagy ha nem figyelek rá, ha félfüllel beszélek, biztosan annak nektek is ilyen emlékeitek, hogy mondom a magamét, és anyu mondja, hogy aha, és mondom, hogy anya, nem is figyelsz ide. Ami arról szól, hogy foglalt, meg mit tudom én, vannak fontosabb dolgai, mint velem foglalkozni. De mi jön le nekem belőle, nem az, hogy anya nagyon foglalt, hanem az, hogy én nem vagyok elég érdekes ahhoz, hogy félretegyen dolgokat, vagy hogy most csak én rám figyeljen. Vagy a mellőzés, és nyilván ezeknek az ellentéte, vagy ha ezek hiányok, akkor ezeknek a megléte kommunikálja azt, hogy tisztelem a gyereket, hogyha kedves, udvarias vagyok, ha tapintatos vagyok vele, ha nem kioktatom, hanem javaslok, megkérdezek, ha igazat mondok, hogyha figyelek rá, hogyha meghallgatom, például, hogyha ugyanerről a jelenetről beszélgetek, vagy ő mesél nekem, és csereg a telefonom, akkor azt mondom, hogy bocsáss meg, felvehetem, csak 3 perc lesz, vagy csak annyira veszem fel, hogy jelezzek, hogy mikor fogunk beszélni. És általában ők nagyvonalúak ilyenkor. Nem olyan rég volt egy kislány, akivel dolgozom, 4-es, és rengeteget beszél, mesél. És én néha megpróbálom irányítani a beszélgetést, és van, hogy lehet, van, hogy nem. És azután megfogalmazta, hogy ez neki milyen jó, rossz érzés, amikor valakinek nincs türelme meghallgatni azt, ami neki fontos. És még megmeri mondani. De van, amikor már úgy látják a gyerekek, hogy fölösleges mondani. És amikor azt érzik, hogy bizonyos jogaikat, nem jogait, de szükségleteiket nem tartjuk tiszteletben, akkor lezárnak. Vége, nem kapcsolódnak azon a területen többet. És mondják, hogy fölösleges, mit foglalkozzak vele. Mondtam neki egyszer-kétszer, nagyon sokszor még a felnőttek is így vannak, hogy a nagyobb gyerekeink, hogy egyszer elmondtam neki, hogy ez nekem érzékeny terület, ha utána is beletaposod a lelkem, azt mondja, mit tárgyaljak vele többet. Vége a történetnek, lezárnak. És nekünk kell újraépíteni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, és nyilván, hogyha elrontunk valamit, mert emberből vagyunk mi is, meg türelmetlenek, meg fáradtak, meg egyedek, akkor tiszteletnek a jele az, hogy rendbe hozom, hogy megbocsátok, hogy bocsánatot kérek, hogyha megtesz valamit, akkor megköszönöm, és nem természetes. Miközben, hogyha
nem tesznek meg dolgokat, akkor mindig szóvá teszem. És hogy védem a méltóságát. Például nagyon gyakori, hogy gyerekek kell, vagy családlátogatás, és akkor a rokonok beszólnak a gyerekeknek, vagy megalázzák, hogy hogy nézel ki, milyen a frizurád, miért tettél ezt vagy azt magadra, vagy mit tudom én. És hogyha én ezt hagyom, akkor nem védem meg az ő tisztelet, tehát nem, a méltóságát nem védem meg a többiek előtt. Nem állok ki mellette, tehát nem érzem azt, hogy számíthat rám. A fontosságnak az érzése. Direkt apukás képet kaptam ide. Mert vannak szakaszok a gyerek életében, amikor az apukák nem érzik annyira fontosnak az ő szerepüket a gyereknevelésben, és nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos. Lapszuszon van ez az idős pszichológus pasas, aki a gonosznak a kutatásában foglalkozott, a börtönkísérletnek a kitalálója. Minden beugrik a neve. Neki jelent meg már magyarul is egy könyve arról, hogy mi történik ezzel a generációval. Hogy miért vannak elveszve a fiúk különösen, és nagyon-nagyon hangsúlyozza az apukáknak a szerepét, az apukák jelenlétét egész kicsikortól, hogy azok az apukák, akik beszélgetnek a gyerekekkel kicsikorban, tehát hogy azok a gyerekek szociálisabbak és magabiztosabbak, és lehet, hogy a lányoknál annyira nem fontos, de a fiú gyerekek esetében hihetetlenül fontos az apai jelenlét. Úgyhogy a fontosság érzése nem csak a gyerekek életében, hanem a szülő életében is ugyanúgy jelen van, hogy neki is fontos, hogy benne legyen, de a gyereknek is nagyon fontos. Tehát, amint mondtam, hogy itt arra gondolok különösebben, hogy hogyan éli meg a gyerek, hogy ő fontos, hogy ő értékes. És pontosan ebben, hogy kontrollja van, hogy az, amit ő tud csinálni, amit meg tud tenni, annak van helye az életünkben. És hogy ezt az érzést rombolja, hogyha túlságosan védjük, hogyha semmit nem kell megcsináljon, hogyha nincsenek feladatai, hogyha nem szabad egyedül menjen, ha nem szabad kipróbáljon dolgokat, mert féltjük. Az értékesség tudatát tól fosztjuk meg, mert hogy nem azt gondolja, hogy féltem, hanem úgy gondolja a gyereke ilyen esetekben, hogy ha anya nem engedi, hogy elmenjek egyedül, akkor valószínűleg úgy gondolja, hogy nem vagyok képes rá. És ez interiorizálódik benne. Tehát, tudom én, iskola előtt jött egy anyuka hozzám, hogy másfél hét után mindig lebetegszik a gyerek, és két hetet van otthon. És azután megint visszamegy az óvodába. Az óvodában nincs baj. Vannak barátai, szereti, de akkor is ez történik. És kiderül, hogy nem szorongult különösebben a gyerek, de annyira féltve volt. Tehát, hogy 6 évesen még mindig az anyuka megnézi, hogy ki van-e törölve rendesen a feneke. Vagy hogy elég langyos-e a tejene, hogy megégesse magát. Hogy az, hogy túl féltve volt, és van, az tanítja meg a gyereknek, hogy ő nem képes ezeket kontroll alatt tartani. Tehát egy olyan gyenge valaki, hogy nem lehet még ezeket a banális dolgokat sem meg. Miközben az összes többi gyerek képes rá. És annyira elbizonytalanodik, és annyira nem biztos abban, hogy ő is ügyes, értékes, meg tudja csinálni, hogy hihetetlen szorongást és bizonytalanságot szül benne. Ugyanígy a túlzott engedékenység is ellene dolgozik az értékesség tudatnak. Mert hogyha nem törődnek az, ha nekem mindent szabad, másoknak nem engedik meg, nekem meg mindent szabad, igazából nem törődnek velem. Mind a kettő, ha végletes, akkor ez ellen dolgozik. Az, ha túl sokat beszélünk, ha állandóan mondunk, és állandóan oktatjuk, azon túl rettentően fárasztjuk őket vele. Megint ezt a tudom én, értékesség tudatot csökkenti bennük, hogy ő mindig mond, de nincs ide meghallgatni, hogy nincsen helye annak, hogy én
mit gondolok, miért csináltam, mert jön a lecke. És a tájhatalom nevelés. Amikor én vagyok a szülő, én mondom meg neked, hogy mit kell csinálni, mikor kell csinálni, hogy kell csinálni, és nekem igazam van, és majd amikor neked is lesz gyereked, akkor majd te is megmondod a te gyerekednek. Az értékesség tudatát ássuk a levele, mert hogy nem úgy működik, hogy betöltöttem a 18 évet, és attól kezdve tudok döntéseket hozni, és magabiztos vagyok, és tudom, hogy hogy kell irányítani az életemet, és hogy hogyan kerüljem el a kudarcokat, meg a rossz kapcsolatokat. Ha nincsen elég szabadságom, hogyha mindent lekorlátoznak, ha mindent a szülők tartanak a kontroll alatt, akkor nincs, hogy kifejlődjön bennem az, hogy erre képes vagyok, és akkor most már ezt csinálom, és kontroll alatt tartom, és akkor jöhet a következő feladat. Tehát, igaz az, hogy engedelmeskedjenek a gyerekek a szüleiknek, és hogy ez a legeslegfontosabb, viszont az uralkodás és a leuralás között, az irányítás és a leuralás között nagyon nagy különbség van. És erősíti a fontosságérzetet, hogyha vannak korlátok és szabályok, de csak az, ami szükséges, ami fontos. Mert amikor 2 éves a gyerek, akkor 2 szabály csak. És hogyha 3 éves a gyerek, akkor 3 szabály, úgyse tud többet megjegyezni. És hiába mondom neki, hogy mennyi mindenre kellene figyeljen. Tehát, legyenek szabályok. Nagyon hamar kutatások már bizonyították, hogy a gyerekek, ha nincsenek szabályok, ha nincsenek korlátok, akkor összebújnak egymásra számítani. Tehát akkor félnek. Hogyha vannak szabályok, akkor meg az egész teret kitölti. Konkrétan megpróbálták a szabad elvű nevelést, a szabadságot biztosító nevelést bevinni a tanügybe, és akkor az óvodában hatalmas teret biztosítani, és ne legyenek korlátok. Tehát nem volt kerítés, de volt óvónéni, és vigyáztak rájuk. A gyerekek mindig egy bokba, közel az épülethez játszottak, nagyon kevés teret használtak fel. Mert ha nincsen korlát, akkor akármikor jöhet a veszély. És akkor nem tudnak élni abban a szabadságban. Tehát, hogy ellenben, amikor nagy tér van, de korlát van a szélén, akkor az egész teret használják. Mert az a korlát, az biztonságot jelent. És tudja, hogy ezen belül bármit, bármikor, mert ez védelem. És ezért fontos. De nem túl szűk korlátok, és nem korlátoknak a hiánya. Az odafigyelés, a túl sok beszéd és kioktatás, hogy történik valami, és már is öntöm rá. Ez az, amikor nem érezhet értékesnek magát. De amikor történik valami, és én megkérdezem tőle, hogy mi történt, és mit gondoltál akkor róla. Nagyon tipikus, hogy balhé van, vagy valamilyen esemény van, és az első kérdésünk az, hogy mit csináltál. Vagy hogy mit gondoltál, fiam, hogy ilyeneket... Mindig fiamhozok, mert csak fiaim vannak, de nekünk is így mondta anyukám annak idején, akárhány lány voltunk a családban, mint fiúk voltunk. Ha azt kérdezem a gyerektől, lehet, hogy miért csináltad, és azt válaszolja rá, hogy nem tudom, mert általában nem tudja, miért csinálja, mert hogy nem egy megtervezett folyamat volt, amikor oda ment és valami rosszat tett, hanem csak úgy jött, és esetleg utólag talált valamilyen okot rá, hogy miért csinálta. Ehelyett, hogyha ha van időm rá megkérdezni, mi történt, és mit gondolsz, mit gondoltál, és mit gondolsz róla most, akkor lehet, hogy már nincs is szükségem arra, hogy elmondjam neki megint azt, amit már tud. És teret engedni. Tehát igazából azt éli meg ilyenkor, hogy én tudom, hogy ő tudja. És számítok rá, hogy ez előbb aktiválódni fog. Tehát azzal, hogy odafigyelek rá, hogy osztatlan a figyelmem, és hogy van időm kérdezni és meghallgatni, azt tanítom és azt adom át, hogy értékes. Ha bevonjuk a döntéshozatalba, a probléma megoldásba, nem tudom, látok, hogy van, de én akárhányszor akartam igazságot szolgáltatni a gyerekeknek, mindig úgy érezték, hogy igazságtalan vagyok velük szemben. Mert nem én vagyok benne a történetben. És egyszerűen el akarom intézni, és te csináld ezt, csináld azt, és visszegyíg a történetet, legyen csend, és haladjunk tovább. De nekik ez nem jó.
De ha bevonom a döntéshozatalma, például, hogy hová menjünk, és mi történjen, hogy mit szeretnétek, és azután megegyezünk ebben. Vagy következmények, vagy akármiben, a probléma megoldásban. Nagyon sokszor nagyon kreatív megoldásokat talán. Tehát, hogy mi már be vagyunk állva sinekben, vagy ezt csinálom, ha nem ez működik, akkor az fog működni. És ha megkérdezzük a gyerekeket, akkor hihetetlenül jó ötleteik vannak, hogy mi más lehetne csinálni. Ugye itt a teljhatalmú nevelésnél mondtam azt, hogy ha érte csinálom, akkor azt jelenti, hogy neki teljes szabadságot adok, és én mindent megcsinálok érette. Ha neki csinálom, akkor ugyanez a történet, hogy nekem nagy a kontrollom, neki nagyon kevés a kontrollja. Hogyha helyette csinálom, akkor megint mozgási lehetősége nincs. Ha viszont vele együtt csinálom, akkor ez azt jelenti, hogy magas a kontroll, de magas az érzelmi támogatás is mögötte. Tehát, hogy nagyok az elvárásaim, és azokhoz ragaszkodom, de maximálisan mögötte vagyok. És vele együtt csinálom végig a folyamatot. Tehát megkérdezem tőle, hogy miben tudok segíteni, hogy mire lesz szüksége. Szóljon, hogyha ebben vagy abban segítségre szorul. És a végén megegyezünk a jutalmat. Tehát, hogy minél nagyobb felelőssége van, nyilván ahhoz képest, hogy mennyire képes, annál inkább erősítem az értékesség tudatát és a fontosság érzetét benne. És hogyha megvédem a méltóságát mások előtt. És nyilván nem úgy, hogy akkor megállázom a másikat, hanem ugyanazzal a tisztelettudó és illedelmes attitűddel, mint amit szeretnék, hogy velem alkalmazzanak. És amikor az egyéniségéről van szó, és az elfogadásról, mondtam, hogy nem szinonima azzal, hogy tetszik is az ízlése, vagy hogy egyetértek azzal, hogy mire lenne neki szüksége, de hogy elfogadom, hogy vannak saját ízlései. Még nem tudom. Nálunk például, ahol én nőttem fel abban a családban, nyilván nem volt válogatás. 12 gyerek, ha mindenki elkezdi, nekem ezt nincs kedvem megenni, és ezt nincs kedvem megenni, már se csinált volna édesanyja, mint fut körbe, amúgy nem is volt miből annyit válogatni, megetted, és ha nem etted meg, akkor délután is azt kaptad. És ha délután se kellett, akkor este is azt kaptad, csak kihánytad, ez volt a jelszó otthon, hogy ha kihányod, akkor többet nem kell megegyed. De hogy egy ilyen... Anyu magával is így bánt. De nem volt mindenkinek jó ez. Viszont mi bírtuk a strapát. Na, az én fiaim már nem bírták ezt a viszonyulást, de hogy ösztönösen ez volt a minta, na azt, hogy nem eszed meg, megeszed, fiam, és elkezdett adogni. És rájöttem, hogy én csinálom vele. És nyilván nem ez az egyetlen eset kellett hozzá, hogy adogjon, hanem hogy volt egy háttértörténete, amikor nagyon megijedt, nem voltam ott, de az lefutott, rendbe jött, és amikor én ilyen nagyon autoriteren azt mondtam, hogy nekem mi az, hogy nem szereted a gombát. A gomba finom, pont. Akkor, vagy hogy kényszeríteni próbáltam végigvinni az akaratomat erőteljesen, akkor elkezded adogni az én ügyes, okos gyermekem. És akkor léptem vissza. És rendbe jött a dolog, és meg is fogalmaztam, hogy anya, te nem tudhatod, hogy milyen a gomba az én nyelvemnek, csak azt tudhatod, hogy a te nyelvednek milyen. És teljesen igaza van. Most már minél többet tudunk neuropszichológiában, annál inkább szélesedik ez a, hogy az ízek, meg az érzékelés nem egyforma, annyira olyan különbségek vannak. És hogyha banalitásokban nem adok teret az egyéniségének, akkor azt kommunikálom, hogy nem jó, amilyen ő. És ha meg akar felelni, akkor olyan kell legyen, amit én szeretnék, vagy amit én előírom. A másik, szóval túlreagálások, az elfogadást, hogy lehetsz ekkora hülye, vagy hogy lehet ilyen butaságokat mondani, hogy lehet ilyet kérdezni, hát nem is tudom. Vagy valami apróság történik, például nyitva hagy a hűtőt, és én meg úgy jövök haza, hogy
fáradt vagyok, és akkor letámadom, mintha szándékosan a villanyszámlát akarná növelni, és állandóan ezt csinálna, hogy tehát olyan vehemenciával, és egy apró esetet túl reagálok, akkor ez történik, hogy ő érzi, tehát elutasítva érzi magát. És a túlzásaink, az érzelmi túlzásaink, az aránytalanságaink, elutasításnak az érzését keltik bennünk. Ugyanaz, amikor az érzéseikre reagálunk, hogy óna, nem kell ezt érezni. Persze, mindig sok vita van arról, hogy akkor az érzelmeket hogyan kezdődik, mit fogadjunk el, hogyan lehet alakítani, de hogy ez egy tanulási folyamat. És az első fontos lépés az érzéseknél azt megtanulni, hogy az érzés az válaszreakció egy szituációra. És hogyha ő nagyon szomorú azért, mert kiközösítették, akkor nem sokat használ, ha azt mondom, hogy hadd el, ma lesz más barát, de ezért nem kessék. Először az érzését kell elfogadni, és ezt kommunikálni. Azután dolgozni, hogy hogyan tudom megváltoztatni ezeket az érzéseket, hogy hogyan tudok kilépni egy érzésből, egy hangulatból, egy másikba, hogy hogyan tudom kihozni magamat, vagy hogy hogyan tudok segíteni magamnak egy ilyen szituációban. De ha nem érdekesek az érzései, vagy elfogadhatatlanok az érzései, és ledorongolom azért, hogy sír, vagy hogy vihol, vagy akármi, amit érez, és kommunikál, akkor azt közölöm, hogy nem érdekes. Miközben ti is tudjátok, hogy azok az emlékek, amik megmaradnak bennünk, gyerekkorunkban mindig nagyon erős érzésekhez kapcsolódnak, akár negatív, akár pozitív érzések. Nagyon fontos. És ha nem tanuljuk meg felismerni, hogy az érzések mit jelentenek, hogy jeleznek, és hogy el tudnak vinni aztán A-ból B-be, és mi is tovább tudjuk vinni őket B-ből C-be, akkor azon kívül, hogy egy nagyon fontos területet figyelmen kívül hagyunk, azt is kommunikáljuk, hogy nem jól érez, nem kéne ezt érezni. Szóval baj van vele, valami rosszul csinál. A túlzott kritika, amikor ilyen történetek, hogy a gyerek második lesz a buszó versenyen, és az semmi. Szóval azért nem jár dicséret, vagy amikor csak a tökéletes értékeljük, amikor az apró, mit figyelek rá, tehát ez a kifejező, kicsire nem adunk dicséretet, hogy tökéletességet kell elérni ahhoz, hogy egy dicséretet kapjon tőlünk, akkor nem az egyéniségét és az értékesség tudatát erősítjük. És az ellentéte a másik, hogy kapjuk rajta azon, hogy jól csinál. Olvastam ilyen családról, ahol volt egy ilyen szabály a szülős a gyerek között, hogy tudnék mondani egy dicséretet róla, ha te is tudnál mondani egyet rólam. És akkor többé délutánra már van, és akkor cserélünk. Mert miközben, ha azt keresem, hogy mit dicsérhetek meg benne, találni fogok, arra is megtaníthatom, hogy ő is dicsérhet. És hogy milyen fontos az, hogyha ő is pozitív visszajelzéseket ad, és megtanulja azt, hogy hangulatot megváltoztat az, hogyha valakinek jobb lábbal kezdek. És hogy sokkal-sokkal kevesebbet dicsérünk, mint amennyit kellene. Ez a lényeg. Hogyha célom, hogy megerősítsem őt benne, akkor keresnem kell azt, hogy miben. Hogy mi az, amit jól csinált, mi az, amikor jól viselkedett, amikor jól viszonyult, amikor tetszett az, ahogy megnyilvánul. És erősítsen meg benne, jelezzek vissza. És amit mindig szoktak mondani, hogy ne az embert, hanem a vétkét. A bűnös szeretjük, a bűnt nem szeretjük. Apukám mesélte mindig, hogy kicsi fiú volt, és ott lábatlankodott állandóan a
az anyukája körül, és rászóltak, hogy ne katmatolj itt a lábamat, vagy ne kasmatolj itt örökké. És a Pumere ezt mondta, hogy nem vagyok én katmatolj, Imre vagyok én. Mit jelent ez? Hát ezt jelenti, hogy én vagyok, ha valamit rosszul csinálok, ez még nem az én gonosz lényem, hanem most rosszul csináltam, most hibáztam, most rosszul viselkedtem, de nem engem utasítanak el, hanem hogy ezt nem így csináljuk. Az összetartozás érzése. Ezen dolgoznunk kell, mert hogy azon túl, hogy mi vagyunk, építenünk kell. És hogyha kihagyjuk őket a történetekből, mert még kicsi vagy, még vagy már nagy vagy ehhez, vagy nem rád tartozik. Néha megtörténik, hogy így van, de ha így kommunikálunk, akkor az eredménye ez, hogy nem csak, hogy kimaradnak a történetekből, hanem amit éreznek, amit kommunikálnak ezek a szituációk, az, hogy elutasítottnak érzik magukat. Mint hogyha lenne egy belső kör, amiben ők nem tartoznak bele. És magányosnak érzik magukat, amikor kimaradnak a történetekből. És hogyan lehet ezt építeni? Közös élményekkel. És ez lehet annyi minden. Én rengeteget kerestem, mint hogy milyen területekben gondolkodhatunk. Mert hogy célunk kell legyen, hogy ezt építsük. És hogy találjunk időt rá, hogy együtt csináljunk dolgokat, nem csak együtt tanuljunk, és csak együtt együnk, és fektessük, és ezeket a feladatokat, amiket muszáj megtennünk. Úgyhogy a dárcozástól elkezdve, a versenyfutásig, és az autózástól kezdve, a közös olvasásig, és a barkácsolásig, kell keresni azokat a területeket, amelyeken együtt tudunk csinálni dolgokat, és lesznek közös élményeink. És közös munka, ami azt is jelenti, hogy engedem, hogy segítsen nekem, vagy hogy beviszem a munkahelyemre, és elmagyarázom neki, hogy főleg, hogyha valaki magával vállalkozó is megteheti, hogy feladatot adni neki, és megbízni dolgokkal, mert ezt a mi tudatot erősíti benne. A közös megbeszélések, a családi kupak tanács, egyre gyakoribb ez, hogy havonta leül a család, és megbeszéljük. Hát ilyen körkérdések, hogy mi az, amit szeretsz a családunkban, és mi az, amit nem szerettél, vagy mi az, ami kellemetlen volt. Van olyan szokás, amit láttál való, és szeretnéd, hogy mi is csináljuk. Vagy kupak tanács, hogyha valami konfliktus van. Kupak tanács, hogyha új szabályt akarunk bevezetni. Kupak tanács, hogyha elégedetlen vagyok valamilyen területen a gyerekek viselkedésével. De hogy ez minket ér, mindannyiunkat, hogy ez egy közös történet. Ez erősíti az összetartozás érzését. És a biztonság érzetüket négy terület erősíti. A szülőknek egymással való kapcsolata. Én azt hiszem, hogy óvodások voltak a gyerekek, amikor egyszer hazajöttek ezzel a kérdéssel, hogy anya, ti is el fogtok válni. Mert hogy valakinek a csoportból a szülei válásban voltak. És nem ritka történet. A legnagyobb biztonság a gyerekeknek azt tudják, hogy az, ahol ők laknak, az egy biztonságos háttér. A szeretetteljes környezet, a hagyományok és a szertartások és a fegyelem rakják össze ezt a biztonságérzetet. A legelsőről csak két idézetet hoztam. Ez az idézet nálunk konyhában 10 évig ki volt rakva. Nyilván én írtam ki, üzenet férjemnek, de hatott. És ha belegondolunk, hogy mekkora igazságot hordoz oda-vissza, tehát nem csak a feleségek szereteiséről van szó, hanem fordítva is, akkor a gyerekek biztonságérzetét növeljük. És a Newmark ezt ugyanígy fogalmazta meg, hogy az egyik legjelentősebb lépés, amit afelé tehetünk, hogy a gyerekünk biztonságban érezze magát,
az, hogy a házastársunkkal úgy viselkedünk, hogy ő tisztelve érezze magát, hogy ő tudja a fontosságát, az elfogadást, az összetartozást, a biztonságot, a társa megélje mellettem. Nincs mit tovább mondani róla. A gondoskodó szeretetteljes környezet. Azon túl, hogy a szülők ilyen jól vannak egymással, az is kell, hogy azt is tudja, hogy őt is ugyanígy szeretik. És erről beszéltünk eddig, hogy tisztelem, hogy értékelem, hogy mi vagyunk. És akkor hogyan tudom még ezt a biztonságérzetet erősíteni benne? A kezdetek és a végeknek az összefogása, tehát a reggel és az este, a hétvége, az iskola kezdete és az iskola vége, egy hónapnak az eleje és a vége, egy évnek az eleje és a vége. Együtt kezdjük és együtt végezzük, és ezt igyekszünk jó hangulattal tenni. Nyilván megtörténik, hogy késve ébredünk, de akkor sem muszáj azt mondani, hogy kifele az ágyból, mert már is, tehát, hogy már a villamos megállóban kellene lennünk, és haragosan indítani, vagy nagyon frusztráltan indítani, akkor is lehetünk. Mert hogy így is úgy elmegyünk is. Akkor az az egy perc, ameddig kedvesen ébreztem, és azt mondom, hogy sajnálom, hogy elaludtam, úgyhogy most sietni kell. De jó reggelt. Megadom én az alaphangot, és ezt pozitív, amennyire lehet. Pozitív légkörre vigyázni. Nagyon fontos biztonságérzetnek a megteremtésében a családi hagyományok, a családi szertartások, amelyeket mi csinálunk, és mi így csináljuk. És hogyha hozunk a családból, de újakat is kitalálhatunk, saját szokásokat, például amikor már nagyon erős volt a rivalizálás a fiúk között, akkor egy ilyen szabályt vezettünk be, és ez családi hagyomány volt nálunk évekig, hogy a hétfő a Krisztián napja, a kedd a Péter napja, szerda a Bálint napja, a csütörtök a szabad, péntek a szülők napja, szombat az családi nap, vasárnap az úr napja. És akkor, ha Krisztián volt az aznapi főnök, akkor ez ilyenekben merült ki, hogy megkérdeztem tőle, hogy ő is megmondhatta, hogy mit szeretne, hogy főzzünk, vagy hogy ő mondta meg, hogy hová megyünk ki sétálni, vagy mit játszunk, ő választotta ki. Tehát a fontosságérzetét is, de azt a tudatot is, hogy most én, azután pedig ő, és mindegyik fontos, és sorra kerülök én is, és sorra kerül a másik is. Nagyon szerették, és sok vitától megszabadultunk ezzel. Hogy mindenki sorra került, és nyilván azt is megértették akkor, hogy nekünk is kell külön. Ő is volt soron, én is vagyok soron. És de bármilyen ünnep, ha jó hangulatban csináljuk, akkor ezt a biztonságérzetet erősíti. És a nagy téma a fegyelem, hogy a keretek, a szabályok és a fegyelmezés az valóban a biztonságérzetet szolgálja. És amikor fegyelmezek, akkor erre figyeljek, hogy irányítás és szabadság egyensúlya legyen benne. És hogy nem az a cél, hogy megkapja, amit érdemel, hanem az a cél, hogy olyan felnőtté váljon, aki meg tud állni a saját lábán, akinek az értékrendje ki van fejlődve, aki ki tud állni magáért, aki céltudatos, aki végigvisz dolgokat. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak egyik napról a másikra éljünk, hanem amikor nevelünk, akkor tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Lányként azt mondtam, hogy én fiúkat akarok szülni és nevelni, mert olyan kevés olyan fiú van a hívőkörökben, akihez érdemes lenne hozzámenni feleségül. Ezért vagy nem ezért, de fiúkat kaptam, hogy neveljenek. És persze sokszor mondtam a fiúknak, amikor kérdezték, hogy miért kell segítsenek. Mondtam azért, hogy engem egyik felesége se szidjon, hogy anyád nem tanított meg rám. De
a célt látni, amikor szabályokat hozok, a célt látni, amikor fegyelmezek, hogy miért csinálom. Nem azért, mert olyan dühös vagyok, hogy most már kap egy szájas, hanem tudni, hogy miért fegyelmezek, és hogyan fegyelmezek, hova akarok eljutni vele. A másik célja a fegyelmezésnek az, hogy megvédjük a gyerekeinket maguktól, a butaságuktól, a naivitásuktól, attól, amire még nem képesek. Tehát néha azért korlátozom, és azt mondom, hogy nem, mert még nem vagy elég érett rá. De a cél akkor is az, hogy eljusson olyan, hogy érett legyen. És akkor beszéltünk erről, hogy felelősséget adni neki, és számon kérni. De nem túlzottan korlátozni, és nem aránytalanul büntetni. Nekem rengeteg ilyen történet van a tarsolyomban, a családból, hogy ha készültünk, ugye ez kommunista világ, és nagyon kevés kikapcsolódási lehetőség volt, de rettegtünk attól már fiatalokként, tinédzserekként, tényleg felnőtt fiatalokként, hogy ha terve volt, hogy május 1-ére megyünk valóban az ifivel, akkor semmi rosszat nem csinálni, semmi hülyeség, semmi olyasmi véletlenül se történjen, ami esetleg anyuméknak nem tetszik, mert az lesz az első lépés, hogy nem mehet sehová. És tök mindegy volt, hogy mekkora volt a vétség, mintha ezt várták volna, valószínűleg nem volt mindig ez, de hogy ez az egyetlen eszközük volt az eszköztárban. És nagyon jó volt megélni azt, hogy már felnőttként egy ilyen nevelésről szóló előadáson anyukám ott volt mellettem, és megfogalmazta hangosan, hogy én abban tévedtem, hogy nem volt arányos a büntetés a vétséggel. És ez rehabilitált az összes történetet, hogy elismerte nyilvánosan anya ezt. És hát nyilván beszéltünk róla, meg bocsánatot kért, hogy ezzel bántott, de mi már sokkal többet tudunk ezekről a dolgokról, és akkor igyekezzünk jobban csinálni. Következetlen büntetés. Tehát, hogy kell legyen a dolgoknak, vagy viselkedéseknek következménye. De hogyha csak akkor van következmény, amikor betelt a pohár, akkor ezt tanulja meg a gyerek, hogy ne érjük el azt a szintet. Addig meg lehet úszni. És akkor nem jutok el a célig, hogy a belső értékrend szerint működjön. Mert csak elkerülni akar, és nem valamivé válni. És úgy csinálom ezzel, azzal, ahogy kezelem, vagy ahogy viselkedek vele. És nem akarom én megmondani, hogy kell-e verekedni, vagy nem verekedni. Mi kaptunk verést otthon. És kollektív is volt, tehát akkor az már úgy történt, hogy valamit hazajött apu, és mind az udvarról kártyáztunk, uram, bocsáss meg a szomszéd gyerekekkel, akkor ezért meg volt fenekelve mindenki. De mi erre akkor felkészültünk, és volt a kamrában felhalmozva ilyen polisztirénszerű, vagy valamilyen művatta dolog, hogy majd a reklamét felújítjuk. Kitöntük ügyesen hátul, és megbeszéltük, hogy azért se sírunk, és valószínű, hogy ezzel, hogy együtt voltunk mi ellenük, és dacolni tudtunk, és összefogtunk, és voltunk mi, kevésbé volt traumatizáló, mint hogyha egyedül kellett volna szembeszállni, vagy szembenézni apunak a haragjával, vagy nem tudom mivel, a büntetésével. Viszont nem mondom, hogy én nem adtam soha egy taslit se a gyerekemnek. De nagyon sokat segített például Dobsonnak a könyve a fiúk neveléséről, amelyben azt írja, hogy a testi fenyítést csak hideg fejjel, és ne legyen több, mint két vagy három fenekes, és fenekes legyen, ne a fejét, ne a hátát, ne a kezét, ne a nem tudom mit, és hogy tudja előre, hogy ez fog következni, és hogy csak azért, amire nincsen más módszerem. És akkor ezt tudták a fiúk, hogy a hazugságért fenekes lesz. Két fenekes, nincs mese. Vagy hogyha szándékosan szembeszáll többször, és szólok neki egyszer, és másodjára említem, hogyha tudatosan
engedetlen lesz, és csak azért is, akkor ennek ez lesz a következmény. De olyan ritkán kellett így már osztogatni a dolgokat. De, és azt is tudom, hogy vannak gyerekek, akiket nem kell. Mert elég, ha rájuk nézne. Nem mindenki olyan. De legyen más eszköz is, mint a verés, vagy a tiltás. Mert hogy vannak fokozatok benne, és a gyerekek nagyon hamar, és nagyon ügyesen tudják kezelni a dolgokat. És akarnak jók lenni, és engedelmesek lenni. Nem mindig sikerül, de hogy az nem jó, hogyha a fenyítés arról szól, hogy betelt a számla, és akkor egyenlítünk, mert ugye ez nem könyvelés, hanem nevelés. Ha nem éri el a célját, akkor hiába csináltuk. Tehát biztosan többször mondták apukák, hogy hát végülis ez nagyon jó dolog, ő is úgy tapasztalta meg, hogy megcsináltam a hülyeséget, megvertek, és vége a történetnek, túl voltunk rajta, és változtál valamit? Hát nem, nem is akartam. És akkor, that's the point. Szóval nem nevelés, hogyha megverem azért, mert ezt csinálta. Ha nem tudom, hogy hová jutok el vele, és hogy miért csinálom, akkor mit fenyíthetem, és mit betartom az ügyét. Mert hogy a cél az, hogy belsővé váljon már ez a fegyelem, és hogy el tudjon jutni odáig a gyerek, hogy magát fegyelmezi. És mi azt is gyakoroltuk, hogy együtt beszéltük meg, hogy miért, milyen következmény járjon, és amiben benne voltak, azt be is tartották. Nem lehet fegyelmezés nélkül, de nem csak a verekedés a fegyelmezés, annál sokkal több. Tehát a pillantástól kezdve sok-sok más eszközünk lehet rá. De mindenképpen biztonságérzetet erősítem vele, ha jól csinálom. Szóval mi van a befüttünkben? A tisztelet, az elfogadás, a fontosság, az összetartozás érzése és a biztonságérzet. Ha ezeket erősítjük, akkor segítünk. Csak néhány gondolatot mondok még, hogy miért fontos erre újra és újra visszatérnünk. Mert egyrészt egyfolytában változik a világ, és nem úgy nőnek fel a mi gyerekeink, mint ahogy mi nőttünk fel, vagy ahogy a szüleink nőttek fel. És az amatőr az lereagálja azt, ami történik. A szakértő meg tervez előre, és számba veszi azt, hogy mire számíthat, és azzal, hogy fog megküzdeni. És amitán megtörtént az esemény, azután átgondolja, hogy mi történt, és levonja a következményeket. És tervet készít arra, hogy legközelebb hogy fogja csinálni. Az amatőr szülő lelkesedését és a szakértő szülőnek a tervezettségét kell kombinálni. Mert túlságosan fontos a gyerekeik nevelése ahhoz, hogy a véletlenre bízzuk, és arra, hogy éppen mire vagyunk inspiráltak, amikor helyzetben vagyunk. És hogy mit jelent akkor szakértőként állni hozzá. Úgyhogy eldöntöm, hogy tudatos, amit csinálok, hogy van tervem rá, előre tervezek, hogy a saját viselkedésemet is figyelem, és igazítom. És nyitott vagyok. Kísérletező hozzáállást, mert új helyzetek, új megoldásokat kívánnak. Majd későbben, esetleg, ha még lesz rá szükség, akkor hoztam, vagy lemásoljátok és elküldjük, majd készítettem két ilyen kérdőívszerűséget, hogy hogyan tudok segíteni. Tehát, hogy saját viselkedésem, milyen kérdések mentén tanulmányozom, hogyha az öt összetevőről van szó. És a gyerekeknek a közérzetének a felméréséről, hogy mik tartoznak bele. Ha bizonytalan vagyok, akkor azt jelenti, hogy nem tudom, hogy működik, tehát akkor erre figyelnem kell. Amúgy meg abban segít, hogy lássam, hogy jól van-e. Hoztam én is áróként egy igét. Gyermekeinek gyermeke az öreg koronája. Szóval majd nagyszülőként. Persze, a példabeszédek tele van olyan igékkel, hogy
hogy hallgass fiam a te anyád tanítására, és az apádnak az intelmét becsüld meg, és akkor milyen következményei lesznek meg, hogy akkor lesznek a szülei büszkék rád, minden, de hogy ezek a gyümölcsök később érnek meg, mint ahogy mi szeretnénk látni őket. Tehát most érleljük a gyümölcsöket, aztán a következő generáció megeszi a kompótot, és mi pedig örülünk majd neki, hogy ízle. Szóval biztatásként hoztam ezt az igét, hogy az öregnek lesz koronája. Az, hogy látja, hogy milyen ügyesek és milyen szépek. Most szülői szerepben nem csak ezt látjuk, hanem mindent. De hogy fordítva is igaz lesz, hogy a gyerekek díszei meg az atyák, hogyha kapcsolatban maradunk, és megadjuk azt, amire szükség van, akkor oda-vissza igaz a történet, hogy én úgy érzem, hogy koronám, legszebb ékességem az, amit látok a gyerekeim életében, és ők meg büszkék arra, hogy ők az én szüleim, és hogy olyan jó szülők voltak. De lehet, hogy nem 10 évesen fogjuk ezt megkapni, és nem 20 évesen, hanem később. De ez is ígéret. Köszönöm szépen, úr.